Én is köszöntöm kedves nézőinket. Ilyen nagy számban jelen vagytok. Már most mondanám, hogy majd az aktív közreműködésre is számítunk. Még annyit, hogy mutatnám a beszélgetés részvevőit, Fenyő D. Györgyöt, Tóth Benedeket, Szekeres Nikit és Mészáros Márton. Köszönjük szépen hogy eljöttetek, vagy eljöttek. Olyan könyveket szeretnénk itt kitárgyalni, bemutatni, amik az Y-generációról szólnak, vagy ehhez a korosztályhoz, illetve hát azokhoz, akik érintettek még. Az osztály vesztese ilyen szempontból szerintetek kihez, vagy inkább kihez szól, konkrétan megnevezzük a gyerekekhez, az ő szüleikhez, a tanáraikhoz, vagy mindenkihez, és hát szóval erről lehetne talán, innen indulhatnánk el ma. Én szívesen megszólalok, kivételesen először. Igen. Azt hiszem, ez az első kérdés, ami eszembe jutott, amikor elolvastam ezt a könyvet, úgyhogy örömmel hallom. A 11 éves korosztály, akiről szó van ebben a könyvben, ez a könyv nem azon a nyelven szól nekem. Ez biztos. Ez egy későbbi kérdés, de... De még sokkal inkább éreztem, hogy a pedagógusoknak és a szülőknek szól. Az egy érdekes kérdés, hogy nem tudom elképzelni, hogy milyen lenne 11 évesen olvasni. Azt biztosan tudom, hogy én 11 éves koromban egész másfajta könyveket olvastam. Kicsit elcsúsztam, bocsánat így a magánsztoriért, csak hogy elcsúsztam az olvasással, elfejtettem bejönni ide érte, és kétségbeesésemben elkezdtem keresni, hogy fönn van-e ilyen torrenten, meg nem tudom. De nincs fönn. Ezt vágjuk majd. Természetesen. Nem akartam letölteni, csak hogy magat én, de és érdekelt, szakmai kíváncsiságom. Igen. Csak annyit írtam be, hogy Weber Anikó, és erre lejött, hogy Weber Anikó az osztályvesztese PDF. Tehát ugye csomóan kerestek erre rá, ami meg azt mutatja, hogy ez a generáció, aki így torrentezget, vagy nem tudom, az mégiscsak érdeklődik érte. Tehát a Google az úgy látja, hogy erre sok keresés van. A PDF. A PDF, igen, tehát nem akarják megvenni, de elolvasnák. Az élethelyzet, meg a szereplők azok ötödikesek. Sokkal nagyobbak már azért nem olvasnák talán, mert az a világ, amiben játszódik már, szóval meghaladt. Tehát 16 évesen az ember mindenféle mást olvas, de olyat, ami pár évvel fiatalabbakról, azt nem annyira. De olyan 13-14 évesen el tudom képzelni, amikor a világ még nem annyira távoli. De mert hogy ez pont az a korosztály, amikor még vannak ilyen nagyon gyerekes gyerekek, és vannak közben már nagyon felnőttek. Tehát hogy hát, valahogy egy ilyen nehéz ezt így megragadni, hogy ez hiteles-e vagy nem. Igen. Nekem annak tűnik. Alapvetően akkor úgy gondoljátok, hogy ez inkább mondjuk a szülőket érintheti jobban, vagy a tanárokat, vagy tehát, hogy kinek ki olvasná ezt? Ha pedagógusok, akkor szerintem őrületesen hasznos. Én is pedagógus vagyok, tehát... Nem viccel. De azért van egy hajlam arra, hogy a problémákat ne vegyük észre. Szóval, hogy a tanár ne vegye észre, az minden iskolára rossz fényt vet, ha kiderül, hogy ott drogoznak. Holott mindenki tudja, hogy minden magyar középiskolában drogoznak. De most nem bombasztikust akarok mondani, hanem mindenki tudja, hogy 15, 16, 17, 18 éves emberek, nem mindenki, de ki szokták próbálni. Vagy amennyire én tudom, látom, minden magyar iskolában van erőszak a gyerekek között. Persze az nagyon különböző, hogy egy iskola mit kezd vele, hogy milyen mértékű, mennyire harapózik el, milyen durvaságú, milyen nyelven történik. Nagyon sok szempontból van különbség, de az, hogy van erőszak a gyerekek között, hát ez szerintem olyan természetes. De ugye a tanárnak is, hogyha valami kiderül, akkor azzal valamit kezdeni kell. Ha nem látom, akkor nem kell semmit kezdenem. Ha látom, akkor muszáj valamit csinálni, és ez egy rettenetesen nehéz dolog.
erre így van hajlam az iskolákban, a tanárokban, pedagógusokban bennünk, hogy ha nem vesszük észre, meg nincs róla szó, akkor nem. Tehát ilyen értelme szerintem a könyvnek nagyon komoly ilyen edukációs, pedagógiai edukációs funkciója lehet. Van egy 10 éves fiam, aki nekünk szerencsénk van, mert olyan szempontból, hogy ő mindent elmond, legalábbis egyelőre. Még az a célközönség lehet érdekes, hogy... A szülői. Aha, ugye. Biztos, igen. Én kétségekkel hallgatom mindig, amikor azt mondjátok, hogy... De elhiszem nektek, csak én nem vágjad be a tapasztalatában, hogy ez minden iskolában ennyire természetes, ennyire mindennapos. Azt nem tudom, és aztán arra jutottam, hogy lehet, hogy én, nekem ez azért nem tűnt föl, mert én voltam az agresszor, csak nem vettem észre, de hogy amire volt hajlamom amúgy. Hogy van erőszak, meg hogy az erőszakot hol helyezzük el egy skálán. Tehát mit számít erőszaknak? Hogy az számít-e erőszaknak, amikor már beledugjuk a gyerek fejét a WC-be, vagy az is erőszak, amikor csak a szünetben így hónom alá csapom a picit, egy kicsit megnyomorgatom, aztán engedem. És ilyen, de ugye ez a Ferike történet talán, aki olvasta, az emlékszik rá. És ilyen értelemben a könyv tényleg nagyon árnyalt, hogy erőszak az is, ha csak annyit mondok mindig, hogy a büdös. Jön a büdös. Nem kell több. Ott jön a büdös, nem ülök a büdös mellé. És a gyerekek nagyon sokszor nem is, mint iskolai erőszakot élik ezt át. Tehát egyszerűen csak az, hogy hát ő büdös. Ez például rejtélyes is, nem? Hogy ezt nem tudjuk meg, hogy igazából büdös-e ez a lány. Tehát, hogy, mert azt mondjuk tudjuk, hogy valami dezodorokat az avonból vesznek. konkrétan, ha jól emlékszem. Testpermetet. És az anyukájával megszabad. Szóval hogy nyilván, hogy ő nem. Tehát, hogy ezek ilyen önkényes dolgok, nem? Tehát, hogy valójában mitől volna büdös? Igen, hát, persze. Ehhez konkrétan, ez a témához valakinek van kérdése és vagy bármi megjegyzése, akkor azt most így álljon előre nyugodtan, jó? Vagy hát bármikor lehet jelentkeznünk az iskolába, és akkor... Akkor vagy felszólítjuk, vagy nem? Igen. Mint a szegény gyerek, aki pisülni akar. Igen, és vagy észreveszünk, vagy nem. De az, hogy... Ne spoilerezzük el, csak van benne egy nagyon jó csavar, ami szerintem de... Egyszerűen nincs esélyem, hogy rájöjjek, hogy ki a... Volt-e esélyem, volt-e bármi a szövegben, aminek alapján rá tudtam volna jönni, és nem volt a szövegben semmi, aminek alapján rá tudtam volna jönni, és ez az, amit az anyukám úgy hív, hogy az utcáról jött be a gyilkos. Nem volt esélyem. És becsapva érzem magam, mert akkor minek olvastam el az izéknek a történetét, ott nem is volt semmi erről. Nem derül ki semmi, és hogy... Meglepő tényleg, hogy ki az, de azért meglepő, mert semmilyen jel nem mutatott rá, vagy én nem veszem észre, nem vettem észre első olvasásként, ilyen egész ügyes olvasó vagyok, és nem vettem észre. A Marci tényleg ügyes olvasó. Igen. A Móriczot is lemutatta. De nagyon durván. Jó. Én rikocskodtam túl, úgyhogy megérdem. Amikor először elolvastam, nem esett le, hogy ki a gyilkos, tehát van egy ilyen apró probléma, hogy mármint úgy értem, hogy kicsit törtem a fejel, vagy így, hogyha igen, már be... Volt gyilkosság is benne? Úristen, valami más tapas. A tettes, ugye? Van rá igény. Nem, ez vicces volt. Annyi mindent adott a szöveg, hogy én ezen felül tudtam kerekedni viszont. Tehát, és a Lilinél van egy ilyen, hogy ő kap egy holdkövet, és ezen a holdkön keresztül jutunk el aztán a következő szereplői, mégpedig úgy, hogy holdkő, akkor eszébe jut a holdtündér nemű anime, amiről az animéről eszébe jut a Csaba nevű srác, aki nagyon érdekes. És hát szerintem ezek az összefűzések a könyvben, nekem ezek nagyon lebilincsőek voltak, úgyhogy... A narrációban nagyon egyetértek a Marcival, hogy az végig labilis, és úgy fogalmazza meg az összes történetet, hogy az derül ki, hogy bárki lehet áldozat, és bárki lehet elkövető. És ez volt a legizgalmasabb, meg lélektanilag a legérdekesebb benne, hogy hát tényleg
egy osztályban, vagy egy ilyen csoportban, ahol ezek a harcok vannak, tényleg bárki lehet agresszor és áldozat, sőt, nagyon sokan egyik helyzetben agresszorok, másik helyzetben pedig vesztesek, vagy áldozatok, és hogy nem derül ki, és ugye a vége még arra is rájátszik, hogy van, aki szívesebben vállalja az agresszor szerepét, mint a vesztes, a loser szerepet. A muszáj volt valami tevékenységet csináljanak, ami rejtélyes módon a leveleknek a gerebjézése. Mindig. Legalább 10-szer gerebjéznek leveleket ebben a regényben. Én még ennyi gerebjézést nem láttam. És azt akarom mondani, hogy még az utcaságról is leveleket gerebjéznek. És ez nem sokszor a mesélünk el, nem viccelj. Értem, de basszus, én csak... De Niki, te is tudod. Az, hogy a levelekkel dobálóznak, ezt meg kérdeztem a feleségemet, hogy lehet-e ilyet. És szerintünk nem lehet. Tehát azt szavaztuk meg, a Mészáros család úgy szavazott, hogy levelekkel nem lehet dobálózni. Annyira hogy lehet? Eltobok egy levelet. Az leesik itt. Ez életszerűtlen. Nem valódi dolgokat csinálnak ezek a gyerekek, nem? Ezek összefogják, feldobják, és úgy dobálóznak vele, de hogy nem lehet. De még nem láttál általános iskolások. De voltam gyerekben. Hogy dobálóznak a levelekkel? Igen, hát hogy? Persze. Mindennel. Dobálózni mindennel. Pontosan. Erre bizonyítást kérek. Empirikus bizonyítást kérek. Azt, hogy ti láttátok azt, de vagy ezt experimentális bizonyítást kérek. Fogják, egy egész csokorban megfagyik, még egy kicsit vizes is, mert ősz van, meg tavasz, összetapad, undorító, és jól hozzá lehet vágni a Domihoz, aki kövér, vagy a mit tudom én ki, ez pontosan ez történik. Teljesen kizártam. Lassan diákokat levéllel is meg lehet dobálni. Igen, de milyen lassúak azok a gyerekek, akiket problémák szerintem, hogy nem gyerekszerű dolgokat csinálnak, na ezt akarom mondani. Nem teheti meg ezt, és ezért kitalálja ez a szerencsétlen Sári néni, aki lefogadom, hogy az író szócsőbe, bocsánat, nem érik ilyet mondani, de tuti így van, és akkor az történik, hogy kitalál rá egy ilyen köztes megoldást, mert ugye az ő mániája a kompromisszum, amitől már gyerekek is megőrülnek, és tényleg így van, de ezt találja ki, mert mit csináljunk? Valamit kell csinálni azzal a 30 szerencsétlen gyerekkel, aki amúgy szétrugná az udvart, az udvar, az iskola legkísértetiesebb helye, ami meg is jelenik ugye a gyerekeknél is, mert látszik, hogy egyedül vagy, látszik, hogy magányos vagy, és oda szoríthatnak a falhoz, ott minden megtörténhet az udvaron. Szóval szerintem tökéletes a levélsöprés és minden. Ez 100%-ig így történik. Nagyon szomorú, de így. Én egy másik világban élek. Ez lehet. Egy jobb világban. Még. Tartunk neked egy. Így van, elvisszük. Ugye? Tehát... De ez egy legyen ökotudatos dolog. Annyit hallani a fakivágásról. Kompromisszum. Jó. Nem, egyébként ebben is, bocsánat, van kérdés? Nem, én nem teljesen értem a Gyuri-nál, hogy ezzel miért van baj, amikor ez pontosan ugyanaz a ráismerés, mint a gyerekeknél, mindenkinek, hogy úristen, annyira itt van, annyira ilyen. Igen, szerintem is pontosan ez. És fáj. Igen, fájdalmasan ilyen. Most nagyon ciki leszek, mert én nem olvastam a könyvet, hogy... Hát, hozd ki az ellenőrződet! Szó volt itt már, mindenről beszéltünk be a fél évben is, és hogy azért pattannak le gyerekek a szövegekről, mert túl bonyolult, meg túl, nem tudom, túl stilizált, stb. De viszont az meg nekem probléma volt ezzel a szöveggel, hogy van egy egyszerű nyelv, de mégse érzem se szikárnak, se igazán feszesnek, egyszerűnek, hanem olyan nem találok benne izgalmat. Tehát, Én azt érzem, hogy egy kicsit bátortalan volt inkább ezt a... Én mondjuk jó... Mit szoktunk mondani? Jó zsaru vagyok most. És abban éreztem a bátortalanságát, hogy nyilván olyan, mint hogyha azt a kritikát szerette volna megelőzni és kikerülni, hogy imitál valamilyen kamasz nyelvet vagy gyereknyelvet, ami ugye az utóbbi időben azért jó sok olyan könyvvel foglalkoztunk akár mi is, hogy nem sikerülnek nagyon sok esetben ezek az imitációk. Hát én el tudom képzelni egyébként ezt, hogy mondjuk most én nem, mondjuk megint csak ilyen személyes, én most a negyedikes gyerekemnek nem adnám oda, de mondjuk lehet, hogy hatodikban már. Pedig ő is részese ilyen játszmáknak, ott is megy a klikkesedés, megy ez a szivatás nagyon keményen, tényleg nagyon szenyó. De valamiért mégis úgy vagyok vele, hogy úgy gondolom, hogy ezt neki nem adnám oda, és tényleg egyetlen
alkalommal láttam azt leírva benne, hogy szar, tehát hogy az volt a legcsúnyább rész. És szóval hogy nem ilyen problémám van vele, hogy mondjuk túl, nem tudom, mondjuk a trágársággal amúgy sincs problémám, de hogy mégis úgy vele, hogy nem biztos, hogy... Őrült sok szereplő van. Ja, az a másik. Nagyon-nagyon sok, szerintem sokkal több, mint ami szükséges volna. És egyszerűen elvész az ember benne, és még gyakorlatolvasók is elvesznek benne. Tehát hogy most ki csoda, és mondjuk ez tök jó, hogy az elején ez a... Mert a Niki a sokkal okosabb, de a kicsit kevésbé okosabb, azok elveszednek. És ez mondjuk egy jó volt, tehát hogy így nézegettem, hogy most ki csoda, meg nem tudom, ez segítség volt, de hogy most ki egyik a soha nem is volt benne összekeverhető. Aha, és egy csomó, igen, tényleg van, aki nem is szeretném. Valaki nem, nekem inkább ez a film, hogy akkor... Ja, igen. Zita például, kicsoda, nem Imre. Én hát jó tesztje vagyok az ilyen könyveknek, mert én két szerepet is össze tudok keverni. De azért igen, azért. De minden esetre, hogy teremtsen meg egy olyan közeget, világot, ami érdekel. És szerintem azért éreztük túl soknak a szereplőt, miközben nem volt túl sok, meg még ilyen nagyon, hogy mondjam, segítséget is kaptunk, még az ülésrendet is megkaptuk, tehát a neveket is, hogy nem volt elég plasztikus ez a világ. Nem volt olyan, hogy elképzeljem, hogy én oda járok, vagy valaki oda jár. Tehát, hogy egy ilyen, és egy kicsit, mondjuk még a nevekkel is ez van, hogy mindegyik két szótagú becenév. És akkor Pisti, Peti, Kristóf, Adri, és nem érzem azt, hogy valami izgalmas ezekben a figurákban olyan nagyon, nagyon más lenne, vagy tényleg lenne ennek az iskának egy ilyen világa, szóval ez hiányzott nekem a leginkább. Hogy képzeljük el ezt a jelenetet, ugye ez egy tehát valakit megkötözve lefotózni, és ezt megosztani a közösségnek, mert bocsánat, ez az ISIS-nek a megoldása, tehát ez a táliboknak a megoldása, ez a Daesh-nak a megoldása, ez a legdurvább terrorszervezeteknek, ez a lágerek humora, bocsánat. Annyira brutális dolog szerintem, vagy az én értékítéletem szerint ez valami annyira, annyira legalja dolog. És ez az ember, ennek lelkismert futása támad. Vagy ez az ember, nem is tudom, hogy miért, és ő így be akarja. Szóval az egész annyira motiválatlan szerintem, és akivel ez történt, az meg... Hát ő azért, mert ő azt mondja neki a példaképe, hogy vallja be, mert gyáva. Ő ezért... Igen, de ő már úgy megy oda, azért meséli el, mert meg gondja van vele. Hát valami gondja van vele, nyilván, mert hogy... Jó, és akkor utána, igen. Mert hogy a Balázs lett a tettes, bocsánat, aki... Majdnem kibírtuk még spoilernét. Szerintem nem vitás ez a megoldás, mert azt akarom mondani, hogy ezek nem tudnak kibékülni. Ha ilyesmi történik valakivel, azzal nem lehet kibékülni. Tehát nem hiszem el, hogy ki lehet békülni, nem hiszem el, hogy meg lehet ennek bocsájtani, és nem hiszem el, hogy ő egy ilyen lovagias gesztussal, így már jó, hogy háton nem meregetik egymást, meg majd egy számot cserélnek, meg majd összejárnak. Tehát akit így megaláznak a nyilvánosság előtt, én egyszerűen hihetetlennek tartom, ez egy túlzott kompromisszum szerintem. Hogy de megbéki ennek ott a vége? Mert hogy nekem nem olyan volt, hogy megbéki ennek. Ja, megnézem most ezt. Ellenvélemény? Ne tartsd magad, már nyugodtan el. De hogy nem volt egy központi motívum, amire fölfűztétek, hanem csak így. Azt mondtam, hogy ez így egy novellás kötet, és a gyereket nem érdekel egy novellás kötet, és ezt így nem fogjuk tudni gyerekeknek eladni. És ez egyszerűen egy utólag beletett nagy szál lett ez az egész, tulajdonképpen az egész bullying szál. Tehát ez nem volt benne. Sok ezek a úgymond hétköznapi bántások voltak benne, a büdös, meg az ilyen, meg az olyan, és ez a nagyon durva, lekötözős, lefényképezős Facebookra terés, ez utólag kerül bele. Kicsit ennek a kedvéért, és kicsit szerkesztői nyomásra, hogy legyen egy sztori benne. A nyelve, ha azt mondjátok ti is, hogy rendben van, és problémátlan, akkor az már borzasztó jó. Hogy minket bemutattak, de akkor áruld el, hogy ki vagy, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ki beszélt. Illetve. Tehát én a Pogon kiadónak vagyok a főszerkesztője, bár a könyvet azt nem én szerkesztettem, hanem a Győri Anna kolléganőm, de végül is azért benne voltam.
De akkor most már, ha én lelepleztem magam, hogy hagyják ki ezzel a liberalikót magam mellett. Így szerintem ez így az ötödik eset, hogy tényleg, hogy nehéz őket megragadni. De ha nem, jó levélgültésre. Nagyon régen volt, aztán nem tudja, hogy tényleg ennyire ilyen ellentétek vannak bennük. Még egyet kérdeztetek, akkor már a szakra, azért a ráncsuk már leplet, hogy ez nem történt meg, ez a fényképezős, facebookos ügy, vagy ez volt? Nem, ilyen? Így nem. Na. Ez fikció. Tehát sokaktól azt mondom, hogy hát ilyen nincs, egy országban ennyi probléma meg. Júri hangosan bólogat mellett. Köszönjük szépen. Dedikálni lehet? Lehet? Dedikáltatni, ugye?